Trianon szót, ha meghallja az ember, akkor rengeteg indulat az, ami kavarog a gondolatokban. A gyerekektől, ha megkérdezzük, akkor lehet, hogy nem is tudnak róla, vagy hogyha igen, akkor előfordul az, hogy békediktátum helyett békeszerződést mondanak. A fejekben úgy gondolom, hogy a mai napig, az elmúlt 90 évre, ha visszatekintünk, sincs igazán rend. Ön szerint lehet-e rendet rakni a fejekben? Nincs még túl közel 1920 ahhoz, hogy tisztán lássunk? Már megvan a történelmi táblat, annál is inkább, mert az akkor megkonstruált államok már fölbomlottak. Tehát kifejezetten nem sérti őket, ha mi az igazságot elmondjuk, mert sem Jugoszlávia, sem Csehszlovákia nincs, illetve nincs meg a Szovjetunió se már azóta is. Románia is más alakulatot vett közben. Ugye megszűnt a román királyság, és így tovább. Tehát 90 év után már lehet beszélni a történelmi távlatról. Itt nálunk a levéltárban 50 évet szoktak meghagyni, azért is, mert esetleg személyeket érint egy-egy kornak alaposabb föltárása. Itt azonban ismert dolgokról van szó, csak nem eléggé publikáltakról. Ugyanis ma már hozzá lehet jutni a forrásokhoz, utána lehet nézni annak, hogy valójában mi történt Trianonban. Az más kérdés, hogy ma a különböző médiumok más-más formában tálalják, és mondjuk meg őszintén, hogy a háború után a kommunista rendszer erőszakosan is hallgatott a Trianonról, mert megbontotta volna a népek barátságát. Sose felejtem el, amikor így a harckocsiban ültünk, és a ekte kommunista főnökömnek, egy főhadnagynak mondtam, hogy hát nagy igazságtalanság volt a Trianon. Akkor valamilyen választ adott, hogy hát maga ilyen revansista, vagy nem is tudom, valami nagyon súlyos elítélő jelzővel illetett, amikor azt mertem mondani, hogy nagy igazságtalanság volt a Trianon. Na most, hogyha így nőtt fel egy társadalom vezető rétege, tisztek, pedagógusok, közéleti emberek, akkor mit várjunk azoktól, akiknek nem volt lehetősége arra, hogy erről tárgyilagosan halljanak, illetve úgy halljanak, ami nemzetünket nagyon súlyosan, talán történelmünk folyamán legsúlyosabban megcsonkító eseményről adott volna híradást. Hogyha megnézzük azokat a forrásokat, amiből építkezhetünk, akkor egészen érdekes dolgot lát az ember. Tehát teljesen mást írnak le a két világháború között. Ugye ott azért avval is számolni kell, hogy még élnek azok, akik ugye részesei voltak az 1920-as történésnek, és megérték azt, amikor megszólaltak a harangok. Tehát a személyes tapasztalataikat is hozzá tudták tenni, de utána, tehát amikor eltelik egy generáció, akkor kiknek a hiteles forrásaira számíthatunk, vagy egyáltalán hova lehet visszanyúlni, ahonnét megállapíthatjuk, hogy mi is történt valójában? Hát ma már hozzáférhetők a levéltárak. Tehát ma már meg lehet nézni a levéltárakat, és tudjuk, hogy mi történt. Pontokba szedve. Na, de azt is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Hát, tudjuk a háttér tárgyalásokat is. Nekünk van egy történészünk, nem biztos, hogy jól lehetem a nevét, Szíridolosz Archimédesz. Ő egy olyan görög szülők leszármazottja, aki 1948-ban jött ide, a polgárháború idején szülei kommunisták voltak, és talán itt a Belenyonisban éltek, de ő már egészen más szellemiségű, és részben pártatlanul tudja szemlélni a mi sorsunkat, és azt lehet mondani, hogy talán legjobban és legigazabban kiáll, amellett, hogy velünk óriási igazságtalanság történt, és dokumentumokat hoz, visszamenve már a századfordulóra, amikor a pánszláv eszme, a szabadkőművesség, aztán hát mondjuk a monarchia ellenesség,
lassan-lassan előkészítette ezt a folyamatot, csak kapóra jött, hogy így mondjam, az első világháború. Miért van az, hogy a mai napig nagyon sokan félnek Trianonról őszintén beszélni, hiszen amint, mint ahogy Érsek Atya is említette, elmondta azt, hogy mi a véleménye Trianonról, megbélyegezték abban a korban. De ma, ha őszintén valaki elmondja azt, hogy mit érez a területi veszteségek vagy az ember veszteségek miatt, akkor nagyon hamar azt mondják rá, hogy akár azt, hogy nacionalista vagy nacionalista eszméket val. Hát nálunk nem divat, hogy így mondjam, vagy nem szabad igazán nemzeti érzésűnek lenni. Mert ha valaki a nemzeti ünnepek kivételével kimeri tenni a nemzeti színű zászlót, akkor már rögtön ezt a bélyegét sütik rá, nem is, hogy nacionalista, nem soviniszta. El kell menni más államokba, ott mindig kint van a nemzeti színű zászló, de még történik az, hogy egy nemzeti ünnepén, én többször akkor is éppen úton vagyok, nincs kitéve. Tehát annyira belenevelték az emberekbe, hogy a nemzet ügyével nem kell foglalkozni. És ehhez hozzájárult a kádári kor agymosása is, hiszen ők sem merték ezt komolyan fölemlegetni, éppen attól való félelmükben is, hogy a Szovjetunió fejükre üt, mert akkor itt a szocialista táborban ellenségeskedés támad, márpedig ugye a lenini eszme, idézőjelben mondom, a népek megbékélését hozza, és a világproletárságot, a világforradalmat, a világbékét, amiből persze nem lett semmi. Hogyan lehet akkor mégis a fejekben rendet teremteni? Arra gondolok, hogy a tankönyveket én végignéztem, amit például a gyerekek tanulnak. És az ő szüleik pedig tudjuk azt, hogy akár volt olyan tankönyv, amiben három sorral elintézték Trianon kérdését. Tehát megköttetett, nem is békediktátum, hanem békeszerződés volt, és ekkor váltunk nemzetállammá. Tehát a kisebbségek visszakerültek az anyaországukba, van olyan tankönyv. Tehát, hogyha vannak források, de 2005-ben kiadott könyvekben sem lehet részletesen arról tudni, hogy valójában mi történt, akkor hogy lehet rendet teremteni a fejekben? Hát kérdezem, 2005-ben kikírták a tankönyvet. Gondolom, hogy legalább 50 év körüli emberek. Azoknak pedig a neveltetése egyértelműen még a régi időkhöz kapcsolódott. Itt, hogyha valaki nem veszi azt a fáradtságot, hogy utána néz az igazságnak, akkor mindig megmarad ebben a téveszmében, hogy a Trianon az teljesen jogos volt, és hát a magyarok nacionalisták voltak, elnyomták a kisebbségeket, Lex Aponyitól kezdve mindenféléket hoznak, bár megadnák azokat a lehetőségeket az utódállamokba, vagy megadták volna, most talán már kezdik a magyaroknak, amit akkor 100 évvel ezelőtt a monarchia Magyarországán megadtak. Hogyha megnézzük, ugye egyrészt ugye a határon túli kérdés, és ezért szorosan összefügg Trianonnal, nem véletlen az, hogy az összetartozás napja lesz június 4-e, vagy lett 2010 óta. Ön szerint ez a lépés, ez közelebb visz bennünket Trianon feldolgozásához? Biztosan. Ugyanis Jézus szava azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket, először meg kell ismerni az igazságot. És erre már lehet, hogy legfelsőbb szinten a szomszéd államok tudományos köreiben is van rá kaphatóság. Nem alsóbb szinten, mert ők talán most tartanak ott, ahol mi a 19. század elején, amikor nemzetállamokká váltunk. Nemzetállammá váltunk valójában, mert előtte másféle formában voltunk mi magyar nemzet. Ezt nem szabad elfelejteni. A 19. század ilyen szempontból egy francia forradalom eszméjén forrongtatott gondolatvilág volt, ahol előkerült, hogy a haza mindenek előtt. Ugye? És ezt a szomszéd államok még most élik meg, ami már számunkra 100 évvel vagy 150 évvel ezelőtt elkezdődött, de aztán egy más fordulatot vett. Ha meg tudunk egyezni az igazságban, és tudjuk azt, hogy itt a mai
környező népek egyáltalán nem felelősek már érte, hiszen ők sem éltek és mi sem éltünk akkor. 1900 legalábbis zömmel nem éltünk. Alig van már olyan ember, aki a Trianon előtti Magyarországon született. Először kimondjuk az igazságot, és akkor utána keressük azokat a békés megoldásokat, amelyek segítenek abban bennünket, hogy tudjunk együtt élni. Mert azért ez lenne a cél. Hiszen itt a Kárpát-medencébe azért évszázadokig megfértek egymás mellett a különböző nemzetek. Érsek, hogyha mit tart igazságnak Trianonnal kapcsolatban? Mire gondol, hogy ő? Hát az igazságnak azt, hogy először is mondjuk ki, hogy mi történt. Tehát levezetve a folyamatokat, hogy pontosan mi történt, hogy ebbe beleértem, milyen fondorlatok is voltak mögötte. Beleértve azt, hogy volt az első világháború végkicsengése, leszerelik a hadseregünket. Lindler Béla azt mondja, nem akarok több katonát látni. Jön a gyalázatos tanácsköztársaság, amit most már azért jobbak elfogadnak arra, hogy hát egy terror volt 133 napig. És nem a dicsősége 133 napig. Én azt sose vallottam, ugye? És többek közt az is oka volt annak, hogy ilyen eredményeket értünk el, mert nem ment ki a követségünk, nem fogadták őket, közbe tárgyaltak felettünk, és ránk szabadították a románokat, akik a nagy veszteség mellett még a meglévő Magyarországot is kirabolták. Az jutott eszembe, hogy ugye a papságnak fontos szerepe lehet abban, hogy formálja az embereket, hiszen a templomokban nap mint nap találkozik a hívekkel. Érsek atya tud arról, hogy hogyan változott meg Trianonról szóló vélemény az idők folyamán? Tehát hogyan gondolkodott az egyház mondjuk a két világháború között, majd azt követően? Hát a két világháború közötti papság, aztán a felső papság, püspökök, azok együtt szenvedtek a magyar néppel. Elég csak az én egyház megyémre gondolni, pontosan ugyanolyan arányba veszítette el különböző részeit, mint az ország, ugyanis az egyház megye több mint kétharmad elveszett plébániájával, lakosságával, de elveszett az érseki tartomány is. Tehát itt akkoriban egy nagyon nagy vérveszteség volt, és hát maga a bíboros, aki Tóth származású volt, Csernok János, örökre sajnálta, és az volt neki a legnagyobb bánata, hogy hát a történelmi Magyarország elveszett, vagy elég egy prohászkára gondolnunk. Tehát, és majd egy imádsággal talán le is zárom ezt a kis beszélgetést, amit akkor fogalmaztak meg, akkor nyilván, hogy ez égetősebb volt akkor még, hiszen sokaknak rokonai, barátai éltek az elcsatolt területeken, hát de ha csak azt gondolom, ha azt mondanák, hogy a holnapi naptól Debrecen már nem tartozik Magyarországhoz. Még ha egyetlen egy rokonom se él ott, akkor is nagyon fájlanám és szörnyen nagy tragédiának tartanám. Vagy azt mondanák, hogy Pécs nem tartozik, ami például tovább volt trianoni terület, mint az ország többi része. Na tehát a két háború között ez volt. A második világháború után, miután polgári emlékünnepek sem voltak, hát nem lettek egyházi emlékünnepek sem, hiszen az egyházat még másért is támadták, nem csak azért, hogy hát mondjuk ilyen irredenta dolgokkal foglalkozik. Tehát akkor inkább hallgattak róla. Imádság mindig volt a hazáért, ezt mindig megtették, de inkább egy nagy csend burkolta be az elvesztést. Viszont érdekes módon 1993-ig az egyházmegyék, mint egy nagy területi mementó emlékeztettek arra, hogy itten volt egy nagy Magyarország, mert például a Kalocsi egyházmegyének egy része lekerült, ahol ugyan apostoli adminisztratúra, meg püspökség lett később Szabadkán, de belógtak ilyenek, mint Rozsnyó, Kassa, Szatmár egyházmegyék, és jött valaki, akkor nézte, hogy miért van ez így. Illetve Esztergom egyházmegyének a legnagyobb része átkerült a Dunán északi részére, fölvidékre. És akkor ezt el kellett magyarázni, hogy hát ez azért van így, mert volt egy nagy történelmi Magyarország.
Hát ha csak erre a kastélyra gondolunk, amiben most éppen az a beszélgetés folyik, megkérdezik, hogy hát miért kellett egy ekkora érseki kastély, mellette itt az intézőség, meg több minden más egyházi épület, azért, mert ez egy nagy egyházmegyének volt a központja. Ha más nem, csak a földre gondolok, a hit mellett, ha földre gondolok, 80 ezer föld, holt föld gazdálkodását itt intézték. De hát voltak iskoláink, voltak óvodáink, voltak kórházaink, sok minden más intézményeink, amelyek elvesztek. Hát erről hallgatni kellett, azt lehet mondani, hogy valóban csak a rendszerváltás után lehetett erről szó, és azt kellett látnunk nekünk most ugye rendszerváltás után, hogy a szomszédállamokban a túlságosan, hogy így mondjam, nemzeti egyházak, gondolok itt például egy ortodoxiára, az kifejezetten rossz néven vette, hogy ezt mi felemlegettük. Mondjuk a nemzeti egyháznak két oldala van. A nemzet számára jó, de ugye a nagy világegyház szempontjából nem föltétlen hasznos. Mert akkor a másik nemzetnek valamiképpen a háttérbe szorítását hozza, ha túlságosan nemzeti egyházról van szó. Ezért mondjuk a katolikus egyház mintán nemzetek fölötti, de vallja azt, hogy a nemzeteknek benne meg kell lennie, úgy, mint a nemzetek Európájában is, alkalmas arra, hogy valamiképpen békességet szerezzen az emberek között, hiszen ez most nagyon fontos volna, és minden igaz keresztény, ha valaki igaz kereszténynek mondja magát, akkor abban nem lehet gyűlölet a másik nép fia iránt. Tehát ez már önmagában megkövetelné, és hozná a békességet, ha valaki igaz keresztény. És csak úgy megjegyzem, hogy Clemenceau, aki hát nagy halálos ellenfelünk volt, nem volt megkeresztelve Franciaországban. Tehát egy ekte, pogány ember volt, szabadkőműves volt az egyház egyik nagy ellensége is többek között. Ugyanis a szabadkőművesség, amely kifejezetten katolikus egyház ellenes volt, éppen ezért, aki annak tagja volt, az ki volt közösítve a katolikus egyházból, az most látjuk, hogy azért ott volt az előkészítők között a szabadkőművesség, hogy ez a trianoni békediktátum bekövetkezzék. Hogyha megnézzük, érsek atya, rengeteg autót lehet ma látni Magyarországon, amely olyan matricában szaladgál, amin az elszakított Magyarország területei ott vannak a mai Magyarország határa mellett. És nagyon sok emberrel beszélgetek, és vannak, akik nem is tudják, hogy miért van kint ez a matrica, van, aki pedig tudja, de akkor vagy azonosul vele, vagy pedig egyfajta ellenérzés, tehát egyfajta politikai irányzathoz köti. Hát ez olyan, az a nagy Magyarország képe sokaknál, mint a rózsafűzér másoknál ott a visszapillantó tükről, mert ha megkérdezném tőle, hogy el tudja imádkozni a rózsafűzét, azt mondaná, hogy ő nem. Ha Nagy Magyarország 63 vármegyéje felül kezdenék érdeklődni, hogy mondjon már egy párat, vagy történetesen, amiben most mi vagyunk a egykor Pest, Pili, Solt, Kiskun vármegyéről, mondjon már valamit, nem tudna semmit. Tehát én ebben úgy gondolom, hogy van egyfajta utánzás is. Tehát úgy tesznek valamit az emberek, hogy valójában nem tudják azt, hogy sem a történelmét, sem a területét annak, ami egykori Magyarországunk volt, illetve amikor bejön egy Erdély, akkor azt mondják, hogy itt ez a román. Vagy hogyha a felvidékről jönnek, hogy... Itt van ez a tót, ugye? Csodálkozik azon, hogy aki megy Kárpátaljára, hogy ott talál magyarul beszélő embert. Ez nagyon nehéz kérdés, amit most mondott, ugye, mert ez pont a nemzetiség kérdése. Tehát a tankönyvekben lehetett látni, hogy előnye az volt a békeszerződésnek, hogy nemzetállammá váltunk. Holott ugye ön is utalt arra, hogy a nemzetiségi kérdést Magyarországon mindig jól kezelték, tehát békességben tudtunk élni az itt élő nemzetiségekkel. De
miért van az, ugye Trianont, ha mi veszteségként éljük is meg, hogyan tudjuk úgy kezelni, hogy azok a környező államok, utódállamok, amelyek jelen pillanatban is vannak, ne érezzék úgy, hogy egyfajta revansista gondolkodással közelítünk feléjük, tehát hogy területeket akarunk tőlük elvenni. Hát azt hiszem, hogy ezt a józanabb elmékkel kifejezetten ilyen, nem mondok most nevet, szélsőséges emberektől eltekintve ezt nem gondolják. Hát egyébként az egész világ összezsugorodott benne, Európa is összezsugorodott már, és egyik a másikára nagyon hat, gondoljunk egy görög válságra, vagy bármi másra. Tehát itt azt világosan kell látni, hogy Nagy Magyarország úgy, ahogy volt, olyan többé nem lesz. Ez reálpolitika. Ilyen nem lesz több. Hát képzeljük el, hogyha visszaállna, kisebbségbe kerülnének a magyarok az országba. Nekünk nem hátrafele kell menni, hanem előre. Azokat kell erősíteni, akik megvannak, és azoknak kell jogot és lehetőséget biztosítani, akik a más ország területén vannak. Az szokott általában visszás lenni, hogy valaki mondjuk elhagyja Erdélyt, de ugyanakkor azt mondja, hogy na minden vasárnap énekeljük az erdélyi himnuszt. Hát miért jött el Erdélyből? Mártonáron nem jött el. Az elment a régi regáti részbe, amikor úgy húzták meg a határvonalat a bécsi döntéssel. Tehát nem szabad eljönni egy területről, hogyha mi azt igazán szeretnénk magyarnak maradni, látni. Mert ha eljön mindenki onnét, akkor már csak a kövek fognak emlékeztetni rá. És ez köztudott, hogy nagyon sokan kivándoroltak, nem csak Magyarországra, hanem máshová is, és hát ott is a gyermekszaporulat nem éri el a szomszédállamoknak a szaporulatát. Tehát, többségi magyarság kisebbségben forul. Így van. Hát a többségi magyarság már a határainkon túl nincsen. Tehát az, egy-egy településre gondoltam betétve, igen, amelyek tiszta igen, magyar hát aztán települések ugye akkor voltak. Még belejátszik olyan, mint itt is a délvidéken, hogy délről felhozták a szerbeket, meg talán bosnyákokat is, és ide a magyar határa betelepítették őket. Hát ez egy tudatos ilyen nemzetiségváltó csere volt, de akik ott vannak, azoknak is hát segítenünk kell, őnekik viszont meg kell ott maradni magyarnak. Tehát ott is azt látja az ember, hogy pártokra szakadnak, ott is. Legyen az délvidék, fölvidék, Erdély, ugyanúgy mind itt. Tehát nem tudnak egységben lenni a magyarok, sehol a világon. Ha már az egység szót említette, és ugye június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, ahogy mondta, józan ember nem gondolja azt, hogy a nemzeti határokat meg lehet és meg kell változtatni, hanem egyfajta szellemi közösséget kell kiépíteni, igen, és ebben kell erősíteni Trianont? Hát ahogy Illyés Gyula mondta, haza magasban, szellemi vonatkozásban. Mert hogyha el lehetne azt érni, hogy tényleg feloldódnának a határok mindenütt, Szerbia irányába is, Ukrajna irányába is, és szabadon lehetne jönni, menni, de mindenki ott maradna. És a mai világban, ahol mindenki zsebében ott van a mobiltelefon már, állandó kapcsolatban lehetnénk egymással, és azokat az értékeket, amik ott megvannak, azt őrzik, médiumok által világgá röpítik. Tehát így kell megkeresnünk, mert az a fajta nemzetállam, ami a 19. században eszmény volt, az idejét múltá vált. Hát látjuk a szerbeknél, látjuk a románoknál, szóval az már nem valósítható meg. És én, mint katolikus főpap mondom azt, hogy be kell helyesen sorolni a nemzettudatot is a többi értékek közé. Nekem csak olyan nemzettudatom lehet, ami a másik népet nem gyalázza, vagy nem teszi tönkre. Mert szerezd fel a barátodat, mint önmagadat. Ami nekem nem tetszik, azt ne akarjam másra.
Úgyhogy például az én egyházmegyémben vannak svábok, meg bunyavácok is, minden évben ünnepi misére jönnek a Székesegyházba, és amikor ott vagyunk a vodicai búcsún, akkor háromnyelvű prédikáció van. Nem egy misén, hanem egy más után én is próbálok három nyelven köszönni nekik meg. Tehát értékelni őket is, és ugyanakkor elvárni azt, hogy a magyar népnek is megadják ezt a jogot, önállóságot és tiszteletet a másik országban is. És azért már van haladás, tehát jó magam, azért járom a környező országokat, épp a Tenfli püspök úr mondta, azt mondja, hogy hát el lehetett volna azt képzelni, hogy Nagyváradon Szent László ünnepén itt megyünk 500 magyar zászlóval, magyar énekekkel az utcán. Azt mondja, ezt el lehetett volna képzelni, tehát himnusz nem mertük el énekelni. De ezt délvidéken is megteszik már, meg járok fölvidékre is, ott is, és hála Istennek ott is alakulnak azért már a egyházi kapcsolatok is. Ott az a nagy baj, nem magyar püspök kellene, de a magyar pap. Magyarul beszélő püspök van, hát az orosz úgy beszél magyarul, mint bármelyikünk. A Filóval ma beszéltem, a rozsnyói püspökkel magyarul. Szlovák, saját szememmel láttam, a pozsonyi domba bementem, nem tudta, hogy én ott vagyok, láttam, hogy a magyar papi imádságos könyvből imádkozott. És neki a magyar hívek is ugyanolyanok, mint a szlovákok. Itt tartott előadást annak idején. Sőt, azt kérdezte tőlem egyszer egy ilyen papi továbbképzés alkalmával, mentünk együtt a kocsival. Mondd, azt mondja, miért van köztünk ez az ellenségeskedés a két nép között? És azt kérdeztem tőle, hogy el tudod viselni az őszinte beszédet? Szóval el tudom. Mondom, ti most tartotok ott, ahol mi a 19. században. Ezért. Mert most vagytok, most lettetek önálló nációvá. De ő fölötte van ennek, hát Rómába végzett, fölötte van magyarral, szlovákkal egyformán, egyforma jó indulattal és szeretettel viseltetik. Akkor valahol mégiscsak eljutunk oda, hogy minél szélesebb körben kellene az igazságot hirdetni. Természetes. Természetes. Hát Dabas jó példa rá. Hát ha valahol vannak nemzetiségek, akkor az a nagy Dabas. Hát ott van Sári. Katolikus szlovákok. Ott van Gyón. Evangélikus szlovákok. Ugye? Jó, voltak még gyerekkoromban is villongások, de azok nem nemzetiségi villongások voltak, hanem az, mint mikor egyik falu legényei nem akarták, hogy a másik falu legényei oda menjenek. Ugye? Tehát, de ott komoly nemzetiségi összeütközés nem volt se Gyónon, se Sáriba az én gyerekkoromtól kezdve. Egyébként mindenütt ez van, ott, ezt mondják, ahol őslakosok, legyenek románok, szlovákok, mit tudom én, kárpátaljaiak, őslakosok is, ott élnek évszázadok óta, nincs köztük veszekedés, csinálja a politika, vagy a máson fönt valahonnét betelepítettek. Hát hiszen a rokoni szálak is összekeverik őket, ugye? Tehát ott ezt mondják, papokkal beszélek, hogy ott abban a faluban régóta élnek szerbek, régóta magyarok, ott azok közt nincs. Azokat, akik betelepültek, vagy betelepítettek, azok között van, és akiket még ráadásul hergel a politika. A politikának hogyan kellene gondolkodni ön szerint Trianonról? Hát úgy, mint az alapító atyáknak, hogy volt egy gróf, ha jól emlékszem, Calgary volt, 1922-ben a Pán-Európát elgondolta. És nagy szellemek, Paul Claudeltől kezdve, Thomas Mannig, ott részt vettek Bécsbe ezen az ülésén, és azt mondták, hogy Európának egységesnek kell lenni, szellemiségét a keresztény, aztán antik gyökerekből nyerve, meghagyva a nemzetiségi önállóságát. És ezen a vonalon mentek Adenauer, Robert Schuman, de Gasperi, akik azt mondták, hogy nem olvasztó tégelyt kell csinálni, mint Európában, hanem a nemzetek Európáját. Ez talán zárszó is lehetne, de érsek, hogyha ígért nekünk egy imádságot. Ígértem egy imádságot, amit azokban a napokban, 1920. június 4-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar imádkozott a Trianon döntés után. Ennek a
cím ennek az imának, mindenkitől elhagyatva. Mindenható örök Isten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el, és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. Ellenségeink lettek úrrá felöttünk. Országunkat feldarabolták. Alkotmányunkat szétrombolták. Királyunkat számkivetésbe hurcolták. Minket porig aláztak. Minden szabadságunktól megfosztottak. És ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk. Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha sok csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak. Ha széthúzásunk oka a nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértéssel, ha hűségünket akartad próbára tenni, tekints gyöngeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a haza javára használják. Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges, és minden áldozatra kész fiakat. Szerencsétlen hazánknak pedig, adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged. Pártfogolj minket szent fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa új életre támadjon. Amen.